Az épület egyik 24 négyzetméteres helyisége teljes terjedelmében égett, és a lángok onnan áttörve egy szomszédos 50 négyzetméteres helyiségben is kárt tettek. Mindezeken felül a forró égés termék egy harmadik 120 négyzetméteres műhelyrész armatúráit olvasztotta meg. Az égő épület környezetében egy targonca is károsodott. A Jászberényi Hevesi és Szolnoki hivatásos, valamint a Jász kísérő önkormányzati tűzoltókat riasztották az esethez, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett hat vízsugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be. A tűzoltók egy széndiokszid és egy oxigénpalackot hoztak ki sértetlenül az épületből egy gázüzemű hegesztő berendezés mellett. Ugyanakkor a tűzben egy gázpalack, valamint egy üzemanyag kanna felrobbant. A helyszínen a katasztrófa védelmi mobil labor méréseket végzett, de veszélyes anyagot nem mutatott ki. A tűzben szerencsére nem sérült meg senki.